Sok szeretettel köszöntök mindenkit a mai közmeghallgatáson. Két év kihagyás után újra tartottak Bátaszéken közmeghallgatást szerdán. A résztvevők tájékozódhattak a Társadalmi Ellenőrző és Tájékoztató Társulás működéséről, a Bátaapátiban lévő radioaktív hulladéktároló helyzetéről, valamint a Bátaszéki Önkormányzat 2020-as és 21-es év gazdasági hátteréről. Még a 20-as esztendő egy sokkal nagyobb költségvetési számú gazdálkodás, majdnem 2 milliárdos gazdálkodást eredményezett. 21-ben már visszatértünk úgymond a szokásos költségvetési számokhoz, hiszen mintegy 1,4 milliárdból gazdálkodik az önkormányzat. Alapvetően az intézményi működéseinket próbáltuk ebből megfelelő módon finanszírozni. Figyelemmel arra, hogy nekünk is részt kellett vállalni a koronavírus járvány okozta helyzetnek a kezeléséből, és mintegy 50 millió forinttal kevesebb pénzből kellett a 21-es esztendőnket összerakni. Ezek mellett elhangzott, hogy milyen jövőbeli tervei vannak a városvezetésnek a település fejlesztése érdekében. A közmeghallgatáson részt vett Horváth István, Tolna megye 1-es számú választókerületének országgyűlési képviselője is, aki hozzátette, továbbra is mindent megtesz annak érdekében, hogy minél több fejlesztés valósulhasson meg Bátaszéken. Itt az elmúlt időszakban 4 olyan beruházásról voltak hírek, ami a kövesdi településhez kapcsolódó útfejlesztésnek a jövője. Erről szeretnék jó hírt mondani itt a közmeghallgatáson is, tehát kormányzati támogatást fog kapni Bátaszék, mint egy 41,5 millió forint mértékben a kövesdi út az meg lesz oldva. Azonban ezen kívül még számos más fejlesztésre kérték a miniszterelnökség támogatását, így most összesen 103 millió forintos hozzájárulást várnak Magyarország kormányától. A képviselő azt is hozzátette, hogy Bozsulik Róbert polgármesterrel együtt dolgoznak tovább, hogy a település szépüljön és fejlődjön.